szerint Szeged 2010 sajtótájékoztatója. Köszöntöm a vendégek vezetőedzőt, Karolc Lászlót és hazai részről Révész Attila. Elsőként megkérdem a vendégek vezetőedzőt, hogy érnék egy mai mérkőzést. Hát elég nehéz egy ilyen mérkőzés után ugye úgy értékelnem, hogy első 15-20 perc nagyon megilletődött volt a csapatom, nem azt csinálták, amit megbeszéltünk, meg amit tudnak, hogy fenn a 15 forduló óta ezt játsszuk, úgy gondolom, megfelelő minőségben. Ugye itt, ha minőségről beszélünk, akkor azért hozzá kell tenni azt, hogy azért itt a pálya talaja kivetni valót hagy maga után. Azért szerintem egy ilyen költségvetésű klubnak azért olyan pályát kellene biztosítani, ami lehet rendesen játszani, sajnos ez így nem így volt. A másik része ugye nehéz volt a bírókkal is megküzdeni az ítéleteivel, mert kicsit fals volt, de ezt vegyék úgy, hogy inkább nem is mondtam, hanem saját csapatommal foglalkoznék. Második fél időben annak ellenére, hogy emberhátrányban is voltunk, megbeszéltük, rendeztük a sorokat, és azt gondolom, hogy nem látszott az a különbség, amit ugye hát elvilegben mondanánk, hogy a Kisvárda és a Szeged 2011 között van. Játékban, 10 ember is a második fél időben felülmúltuk, és hozzáállásban, akaratban is az ellenfeled, de tény az, hogy 3 pont számít, és sajnos mi 0 ponttal megyünk haza. A felnőtt futballból a győzelem számít, de azért mi próbáljuk építeni a fiatalokat, a csapatot is. Azt gondolom, hogy azért a Kisvárda is látta, hogy nem az a csapat jött ide, aki annó még itt 4 vagy 5 gólt kaptunk, már nem is tudom. Most azért sokkal jobb volt a hozzáállás is. Köszönöm. Gratulálni tudok a Szegednek, mert tényleg megnehezítették a dolgunkat, de tudtuk, hogy ez így lesz. Valóban lényegesen többek már, mint korábbi időszakban voltak. A meccset két részre kell választani. Az első fél időben a pálya valamelyest engedte még a játékot, habár akkor sem volt már az igazi, és itt megjegyezném, hogy valóban a pálya legrosszabb jelenleg az NB2-ben, de ez az utóbbi időben van, amióta az amatőr Európa-bajnokság egy hét alatt a nagy sáros időbogya tönkrevert, és sajnos felülre jött a sár, a füvet meg kivitték belőle, ez már nem is fog most megváltozni tavaszig, úgyhogy hátralévő két meccsünket ilyen körülmények között kell játszanunk. Az első fél időben lényegesen többek voltunk, játékban játékra el kellett volna döntenünk a meccset, viszont az utolsó passzok nagyon sokszor rájuk gyorsultunk a védelmi falra, a pálya egyenletlensége miatt meghiúsultak. Szereztünk egy gólt, és a fél időben változtattunk. Látszott, hogy nem fogjuk tudni a játékunkat továbbvinni, sőt, ha ezt a taktikát választjuk, illetve maradunk nála, ki fogunk kapni, mert egyre több hibát fogunk elkövetni a külső körülmény miatt, és változtattunk. Ráálltunk egy ilyen párharc jellegű hosszú labdák indítására vállalkoztunk. Azt szerettük volna, hogy inkább az ellenfél kezdeményezzen, de hát ők sem akartak futballozni, ők is ívelték a magas embereikre. Majd amikor ugye már a cserék megtörténtek és az apró emberek voltak, akkor meg már hiába íveltek. Hát én azt gondolom, hogy a Szeged ma, és ezt azt gondolom a felvételek alá támasztják, csak a ívelésekre, oldalszabadrugásokra, szögletekre próbál támaszkodni, fölépített labdát egyetlen egyszer nem tudott, hogy támadást vezetni, de nem is engedtük. Viszont ők is, ahogy tényleg a másik fél időben ráéreztek, hogy mennyire rossz a pálya, nem is akartak, én azt láttam. És ebből alakult ki egy nagyon csúnya küzdelmes mérkőzés. Sajnos a cseréink nem jó szálltak be, egyedül a Rajci Petit lehet említeni, és nagy szerencsénk, hogy változtattunk a tervezethez képest, inkább a fizikailag erősebb játékosokat raktuk be, mert ha az ügyeskedőkkel, a múlt heti Fodor Andrissal, a Tomával játszunk, akkor minket ma a Szeged eltapos, és látszott a cserekor is, hogy azért ez a szint, ez a fizikai párharc, ez nem az Andriséké, és összességében nekünk a 3 pont most a legfontosabb, mint ahogy a kollégám mondta, ebben a versenyben a 3 pont számít. Bízom benne, hogy tavasszal, ha bár az ő pályájuk se ideális, ott se tudtunk tavaly focizni, az lényegesen jobb lesz, és egy nagyon jó mérkőzést fogunk tudni majd ott játszani egymással. Köszönöm, valami esetleg valami kérdés. Köszönjük.